A helyi termékek vásárának résztvevői meglepődtek, amikor egy néptáncos pár perdült táncra az Abanovák Agora Kulturális Központ aulájában. A produkció a Duna Televízió országjáró kulturális felfedező túrájának része volt. A 12 fős stáb 3 napon át forgatott Szolnokon. Mi még sose csináltunk ilyet, hogy flashmob-szerűen fellépjünk, úgyhogy ez nagyon izgalmas volt számunkra, és különösen örültünk annak, hogy rengeteg ismerőssel találkoztunk, akiknek nagyon tetszett. Vásári hangulatba fellépni, az talán vissza tudja adni azt a régi paraszti kultúrát, ami már most kiveszőbe van. Lehet, hogy a kamerák vesztek, és azt gondolja az ember, hogy ettől kicsit meg vagyok illetődve, de azt gondolom a hangulat, amit összejött, az hozta azt a régi világot. A felvételek december 12-én este 20 óra 35 perckor kerülnek a Duna TV Partitúra című műsorára. Ez egy 15 részes sorozat, aminek az a célja, hogy a Budapesten kívüli, hát zenei, kulturális élet, sport, érdekes emberek, mozgalmak, hát hogy miért szép és miért jó Magyarország, és miért jó itt élni, és ez az utolsó ebben a sorozatban, tehát a Szolnok. És hát itt is kíváncsiak vagyunk, elsősorban az emberekre, mert a legnagyobb élmény ez a sok érdekes ember, akivel az ember találkozik. A vidéki ember teljesen más, tette hozzá a zenetörténész. Minden városnak más a karaktere. Ezeknek a városoknak lelkük és közösségük van, emelte ki. Miklósa Erika, a műsor ötletgazdája szerint Szolnok kulturális értékei kiapadhatatlanok. Nagyon nehéz volt belőle válogatni, aki ebben nekünk nagyon nagy segítségünkre volt, az Déva Janikó asszony, aki még az utolsó pillanatig, még az előbb is küldött egy SMS-t, hogy a Verseginek a zeneszerzői múltját azt ne felejtsük, mert azt nagyon kevesen tudják róla, hogy a versek mellett azért nagyon sok zenét is szerzett. Úgyhogy egy csomó olyan dologról lesz szó, csak az a baj, nem mondhatom el, ami Szolnoknak olyan értékei, amelyek vagy elfeledettek, vagy kicsit háttérbe szorultak. Annyit elárulhatunk, hogy a Novák Péter rendezte műsorban szerepel majd a Szolnoki Népdalkör, a Tisza Tánc Együtt, a szimfonikus zenekar, a Tiszamozi, és természetesen a Művésztelep is.